Köszöntöm nézőinket, Önök Telen a magazinunkat látják. Eperjesi Tímea vagyok, mutatom, mivel készültünk. Fenntartó váltás. Változás az idősek otthonában. Csongrádi Imre, a Mőzsi Nyugdíjas Klub lelkes vezetője. Citromszerelem. A Szőlőhegy utcában terem a rengeteg citrus. Közös délután töltöttek el. Megtartotta hagyományos nyári eseményét a Mőzsi Nyugdíjas Klub. A Tolnai Képviselő Testület 2024 áprilisában úgy döntött, hogy a Máltai Szeretett Szolgálat fenntartásába kívánja adni a településen működő idősek otthonát. Az intézményben jelenleg 42 lakó él, akikről egy 18 fős személyzet gondoskodik. Appel Szoffer Ágnes, a város polgármestere elmondta, hogy továbbra is a magas színvonalú és a kifogástalan ellátás a cél. Már több mint egy évvel ezelőtt döntött a képviselőtestület arról, hogy kiválunk a Szekszárddal közös társulásból, és átadjuk a Máltai Szeretett Szolgálatnak a Tolnai Idősek Otthonát. Sajnos nem sikerült január 1-től, azt szeretük volna, hogyha mindjárt január 1-től sikerül átadnunk. Ez nem jött össze, viszont július 1-től nagy-nagy örömünkre sikerült végre átadnunk az intézményt. Eddig a Családsegítő Központ működtette, és én azt gondolom, hogy nagyon magas szakmai színvonalat igyekeztünk az intézménybe képviselni, de hát nekünk ez nem a profilunk, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy végre sikerült a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnak átadni, hiszen nekik ez egy nagyon fontos profil az idős emberek ellátása, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy akár az ott dolgozók, akár az ott élők és a hozzátartozók megelégedésére történik mindez. Mindenki maradhat az intézménybe, akár dolgozó, akár ellátott, és én nagyon remélem, hogy az átállási zökkenőmentes lesz. Az átadás átvétel megtörtént, úgyhogy én a legjobbakat kívánom az ott élőknek és az ott dolgozóknak is. Jónás Gergely, a Dél-Dunántúli Központ regionális ügyvezetője beszélt az intézmény működésével kapcsolatos elképzelésekről. Volt már több mint egy éves tárgyalás és egyeztetési folyamat előzte meg ezt az időszakot, ami alatt több kérdés felmerült, több tisztázandó dolog, több olyan ügy, amit majd a jövőben orvosolni kell. Itt elsősorban ugye a korábbi szexuális térséggel kistérségi társuláshoz való tartozás utáni időszak, tehát az azt követő időszak feladatait kellett egyeztetnünk, de szerencsére az állam is hozzájárult ez az átadás átvételhez, úgyhogy most már július 1-től hivatalosan a Máltai Szeretett Szolgálat fenntartója ennek az intézménynek. Azt gondolom, hogy ha most hirtelen ebben a pillanatban, nem sokkal az átvételt követően meg kéne mondanom, hogy mi az, amivel foglalkozni szeretnék, az egy prioritási sorrendben először biztosan az, az intézménynek a működési feltételeit, a gazdálkodását, a humán erőforrás kérdéseit kell napirendre vennünk. Értem ez alatt például azt, hogy a jelenlegi létszám nem elég arra, hogy ezt a 42 főt folyamatosan északi műszakban és a hétvégi nap és ünnepnapokon is megfelelő létszámot tudja ellátni. Ezzel foglalkoznunk kell. A gazdálkodásában vannak jelentős kérdések, ami a hosszú távú fenntarthatóságnak mindenképpen egy alapfeltétele lesz, hogy ezeket rendbe tegyük. De természetesen nem várunk, tehát ez idő alatt én azt gondolom, hogy a mindenképpen párhuzamosan már el fog kezdődni a lakókat érintő bizonyos fejlesztések, programok bevezetése, ami a Máltai intézményeket egyébként általában jellemzi is. Tehát amikor egy intézmény fenntartóváltás történik, és hozzánk kerül egy intézmény, akkor az mindig az első között szerepel, hogy ha nem volt eddig, legyen például olyan gyógytorna foglalkozás, állatasszisztált terápia, kirándulások, kimozdulás, ami egy picit az időseket ebből az árt térből, ami egy idős otthon kimozdítja, vagy behoz olyan szolgáltatásokat, amit egyébként elérhetővé tudunk tenni az ő számukra. Még az nagyon fontos, hogy a Tolnai intézmény a Szekszárdi Palánki úti intézményünkkel együtt alkot egy intézményt két telephelyen, és ez azért nagyon fontos, mert hogy az idősek állapota és a lehetőségei, képességei is különböző ellátási igényeket vetnek fel. Egy nehezebb, mozgásában korlátozottabb állapotban lévő idősnek inkább magasabb ápolási szükséglete szokott lenni erre,
jobb, ha egy olyan intézményi feltételrendszer rendelkezésre, ahol kicsit a kórházi ápoláshoz, a kórházi ellátáshoz hasonló, vagy ahhoz közelítő ellátás árrendelkezésre, és az is jó, hogyha valaki még nincs ilyen állapotban, hanem fentjáró, jó egészségnek örvend és önellátó akár, ő neki meg ezt a feltételrendszert tudjuk biztosítani, és csak olyan mértékben szolgáljuk ki, amilyen mértékben erre neki szüksége van. És a két intézmény ebben egy picit különbséget fog, két telephely, egy intézmény, kicsit különbséget fog jelenteni. A magasabb ápolási szükségletűek számára a Szekszárdi-Palánki út az egy jobb feltételeket biztosító intézmény lesz, és a jobb állapotban lévő fenntjáró idősek számára pedig inkább a Tolnai intézmény lesz hosszú távon. Azt gondolom a megfelelő helyszín. Az új fenntartó mellé új nevet is kapott az épület. A Gondviselés Háza Tolnai Idősek Otthona néven működik tovább. Csongrádi Imre a Nagy Múltú Mőzsi Nyugdíjas Klub vezetője, aminek tagjai egy nagyon színes, életvidám társaság részesei. Ez többek közt az elnök áldozatos munkájának köszönhető, amiért az Egyesület megkapta 2024-ben az év Tolnai civil díját. Pistike, mi már szaporodik a tyúk? Kapasson! Csongrádi Imre vagyok, a Mőzsi Nyugdíjas Klub elnöke. 7 éve vezetem ezt a klubot. Előtte az elődem az 20 évet volt a klubnak a vezetője. A klubunk 1977. január 10-én alakult meg hivatalosan, amit ez az okmány igazol. Tehát kétséget kizártam. Mint említettem, ez az egész úgy alakult, hogy kártyapartin vettek részt az emberek, és akkor hát az egyik emberkének megjött a kis ötlete, hogy alakítsanak klubot. És ez a klubnak hát egy nem várt sikert hozott, amikor elkezdték szervezni, és mindjárt az első rendezvényen már 70 embernél több jelentkezett. És hát utána ez a létszám, ez tovább bővült. Az első klubvezetője Forrai Józsi bácsi volt, akkor az elnök helyettes volt a Bányai Illinek az apukája, Bányai János. Utána a Kvanduk András vette át az irányítást, ő fiatalon vette át, úgyhogy ő még nem volt nyugdíjas korú, és ő 20 éven keresztül volt a klub. Azt meg kell hagyni a nevéhez, azért az fűződik, hogy ez a magas létszám, hogy 130 fölé is emelkedett a tulajdonság, tehát nem kis része volt benne, hogy ez így összejött. 17-ben, ha már úgy veszek, 17-ben vettem át a klub irányítását, amit a mai napig tartom. Hát ez idő alatt is azért a klub, nem mondom, hogy túlságosan erősödött, de sokat visszaforgattunk a klub javára az anyagiakból. Vannak tartalékaink, de hát mivel pályázni nem tudunk, mivel önszerveződésből jött össze ez a klub, tehát pályázati pénzzel mi nem számíthatunk. Hát 17 után ott még 120-ennyi embert volt, 126 vagy 125 létszámmal voltunk. 19-ben, amikor bejött a pandémia, és akkor visszaesett a létszámunk, hát jelentősen visszaesett. Na most hozzá kell tennem, hogy ebben a két évben, a 19-20-ban, ott a tagságunk között is sajnos sok idős is volt, tehát sok volt az elhalálozás, 10 fő fölött volt. És megálltunk valahol a létszámmal 81-2 főnél, és hát utána volt egy ilyen kivárási időszak. Mert ugye milyen az ember, fél társaságba, közösségbe menni, mert ugye az volt a médiában is, hogy ne menjünk közösségbe, ne menjünk ide, ne menjünk oda. Na most ez, amikor lezárult ez a korszak, még utána is ilyen fenntartással voltak azért az emberek. Azért mindig sikerült, tehát a 19-ben is, 20-ban is, 21-ben is sikerült a farsangi bálunkat megcsinálni. Valahogy akkor mindig volt egy ilyen kis
engedünk egy kicsit ezen. És akkor megcsinál, és akkor utána megint csönd volt. Minden nyáron, hát júniusi hónapban szoktunk csinálni egy ilyen szabadtérit a Kultúrház udvarán, ahol ilyen sátrasban, ott helyszínen főzve, akkor egy kis kulturális műsort szoktunk ott felvinni a színpaddal. Akkor adtam egy olyan címet az egésznek, hogy legyünk mi is egy kicsit gyerekek. Versenyeztem az életemben, és volt, amikor díjaztak, meg stb. Különböző érmeket akasztottak a nyakamba, hogy akkor úgy elfogott egy öröm. Na most öröm ez most is. De azt kell mondjam, hogy ennek az örömnek egy közösség van mögött, tehát nem egy ember kapja ezt a díjat. Ezt a nyugdíjas klub kapja. És én azt, hogy hát ezt mi kapjuk, én nekem ezt nyilván, hogy tovább kell nekik adni, hogy valahogy érezzék azt is, hogy ők kapták. Most rövid reklám következik, maradjanak velünk! Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szentesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. A Vasáru akkor Bajai és Fia Kft. Tolna. Finom, durva és horgonyzott lemezek, zárt szelvények, idomacélok, köracélok, varatos és varat nélküli csövek, bordás betonacélok, AD-hálók széles választékban. A megvásárolt szálanyagokat a helyszínen méretre vágjuk. Vegye meg nálunk a hegesztéshez szükséges húzalókat, elektródákat. Kínálunk még alumínium létrákat széles választékban. Ha anyagmozgatások gondja, vegye meg nálunk talicskáját. Ne feledje, ha Vasáru, akkor Bajai és Fia Vasútvar Tolnán, a Volt Patex területén. Telefon 74-es körzet 443-215. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tehergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 ezer forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Strik Lászlóné udvarát már több mint 30 éve lepik el a citromfák. Hobbija és szenvedélye a sárga citrusok nevelgetése, amik nem csak esztétikusak, de többek közt a friss limonádé alapanyagát is biztosítják.
Az idei évben először nem csak a szomszédságnak és ismerősöknek osztogatta el a gyümölcsöket, hanem értékesítette is. Bár ez a napsütéses időszak próbára teszi a fákat, így is szép látványt nyújtanak a gyönyörű kertben. Az idén két citromfám el lett adva, úgyhogy jövőre nem számítok annyira, vagy annyi kilóra, de így is jó, mert már nem férünk el, már kinőjük az egész garást, meg a házat. És vannak gyerekek, az a gyerekek, azok az iskolások, meg ami már nagyobb, de hát azok még úgymond nem eladás érett, vagy termő érett. Minden variációt már, amit az agyba ki tudtam találni, azt mind kitaláltam. Többek között lekvárt főztem belőle, olyat csináltunk, hogy kinyomtuk a levét, és vannak a hűtőnek ez a kockatartója, jégkockatartó, azba beleöntöztük, megfagyott, utána kiütöttem belőle nájlonba duplán, mert azért annak nagy illata van, és nem akartam a hűtőt teljes citrommá tenni, vagy illata. És nyáron, amikor ilyen meleg van, egy kancsóba dobunk bele egy-két citrom kockát, és limonádénak megisszuk. Vagy cukorra, vagy cukor nélkül, most éppen az a sláger. Aztán még mit szoktam csinálni? Sokat, sőt, pár évvel ezelőtt mind elosztogattam, amennyi volt, de hát ez az első év, mondom, ami ilyen kísérleti év volt ezen a téren, és ennyi. Úgyhogy a citromhéját én nem lereszelem, hogy eltegyem, hanem egy acskóba berakom szintén duplán, mert ahogy ki van csavarva a lé, a citromhéjat, volt mikor kidobáltuk a komposztba, az egész tele volt citromhéjjal. Úgy sajnáltam, és most csinálok olyat, hogy egy acskóba berakok ilyen citromhéjakat, és lefagyasztom. És ha sütök, bár amibe kell, elfér a citromhéj, azt veszek ki a hűtőből egy ilyen fél citromhéjat, és akkor azonnal lereszelem, akkor lehet. De amikor már megplöttyed, megenged a citrom héja, akkor már nem lehet, elcsúszik a... Milyen? Reszellőn elcsúszik a héja. Úgyhogy ilyeneket is csináltam. Első fáját több mint 3 évtizede szerezte be. Azóta szenvedélye a nevelgetésük. Akkor kezdtem el, mert volt egy cipész, idős bácsi, ő neki volt, és voltunk nála, hát csodáltam már akkor, és azt mondta, kedvesem, semmi gond. Rakjál citrommagot, és az majd akkora lesz, hogy az törzse, mint a kis ujjam, olyan vastag, hozzam el. Úgy is volt, az 1-2 év volt, mire ez megtörtént. És akkor ő neki a termőfájából szemezett, vagy oltott, ezt én nem tudom, szóval abból csinált nekünk. És nekünk onnantól kezdve van citrom. Na, de hát ezek már 30 éves fák. Ez egy régi hobbi, és most már én is tudok csinálni, szoktam is. Van, amikor elrakok 100-at, 100-ból egy se sikerült. De van, amikor elraktam mondjuk 50-60-at, majdnem mind sikerült. Vagy évtől, vagy nem jókor, vagy éppen nem volt olyan, ahogy akkor kell, nem tudom. Van, amikor így van. Az idén is például kétszer raktam az első garnitúrából, nem nagy reményem van. De most a másodikba van esély, hogy netán begyökeredzik. Úgyhogy így csinálok, kísérletezek. De már nem kéne egy szem se, sőt, ez sok, csak ez az agyba, ez egy hobbi. A citrusok védelméről pedig a citromfasor végén ücsörgő Jolán néni gondoskodik. Hagyományos szabadtéri nyárnyitót tartott a Mözsi Nyugdíjas Klub. A szervezet tagjait a Decsi Hagyományőrző Férfi Kórus, a Mözsi Német Nemzetiségi Klub és egy hastáncos is szórakoztatta.
Nyári szokásukat megtartva összegyűltek a Mözsé Nyugdíjas Klub tagjai, hogy közösen eltöltsenek egy délutánt ételek, italok és kulturális programok társaságában. Ez a mai nap, mint ahogy látni is lehet, hát olyan 80 körüli személlyel vettünk részt. Hát ilyen kis zenés, térzenés, énekes, főleg ma ilyen énekprodukciókkal fognak föllépni, ahol hát a Decsi férfi hagyományőrző kórus fog föllépni, a Mözsi Német Nemzetiségi Klub énekesei lépnek föl, akkor lesznek magánénekesek is, akik szólóba énekelnek, Kovács Maria, Lemle Mária, és akkor lesz egy kis színforta az egészben, ami már nem ének, de egy kis hastánc lesz itt, akit hát évek óta szokott nekünk táncolni, ilyenkor is, meg hát a farsangi rendezvényünkön is. Hát a mai nap ez körülbelül így fog lezajlani. Hát reggel kezdtünk, építettünk, mindent elrendeztünk, megfőtt a babgulyás, és hát most akkor az a kis műsor, és akkor hát olyan 7 óra körül akkor van az árás, zsátorbontás, és akkor az elpakolás, és akkor elköszönünk egymástól. Kisütött a nap a síkra, gyűnnek én utánam sírva. Ne gyűjjetek olyan sírva, katonának vagyok írva. A Decsi hagyományőrző férfi kórus sárközi népdalokat és műdalokat adott elő. Imre barátom már tavaly is meghívott bennünket, de akkor a Bátai és Sárközi lakodom miatt nem tudtunk eljönni. Most nagy örömmel fogadtulak el felkérést. A Decsi hagyományozó férfi kórus folyamatosan változik sajnos, hiszen már több mint 30 éve énekelünk együtt, és már néhányan már az égiek kórusában énekelnek, összesen 9-en. Most jelen pillanatban itt 10-en vagyunk, és most itt van a teljes kórus. Kvanduk Andrásné már 31 éve tagja a Mözsi Nyugdíjas Klubnak. A férjem volt az Imre előtt a Kvanduk András a Nyugdíjas Klubnak a vezetője, és én nagyon nagy részt vettem ki a kulturális programokba, mert a színjátszó csoportnak úgy gondolom, hogy oszlopos tagja voltam, meg vagyok a mai napig is. Nagyon szeretem ezt a közösséget, mert nagyon összetartóak vagyunk, egy mindenkiért, mindenki egyért, és nagyon családias hangulatok a kirándulások is, és maguk ezek a rendezvények, akár itt az udvarban, vagy egy évben háromszor van rendezvényünk, vacsorás, egy a farsangi, akkor van egy 2 órás előadásunk a színjátszó csoportnak, annak mindig nagyon nagy sikere van, és akkor van májusban egy majális, akkor ilyenkor van ez a sátoros, és novemberben van egy nótaénekes. És hát ha lehetőség van rá, akkor szervezünk kirándulásokat. Találják meg mindig azokat a vezetőket, akik összetartják a közösséget, és egy ilyen hasznos csapatot tudnak kovácsolni a településük érdekében. A klub számára Berta Zoltán Tolna város alpolgármestere Tolna városért civil díjat adott át. Ezt az elismerést ők vették át először. Önkormányzatiság oldaláról láttuk ezt, hogy nagyon sok olyan közösség van a városunkban, aki élettel tölti meg a tereket. Nagyon sok olyan közösség van, aki igazából kihasználja azokat a lehetőségeket, amiket a város tud nyújtani, egy művelődési központ, egy szabadidő központ tekintetében, de ahhoz, hogy ott programok, események legyenek, ahhoz, hogy az emberek egymásra találjanak, közösséget építsenek, ahhoz ezekre a civil közösségekre van szükség. És létezett Tolna városnak az év civil szervezete díja, de nem létezett az a díj, amelyik elismerné szélesebb körben ezeket a civil kezdeményezéseket. Ennek apropójából tavalyi évben kezdeményeztem Tolna városért civil díj alapítását. Ez a civil díj adható mindazoknak, akik nem bejegyzett szervezetek, lehet ez magánszemély, baráti közösségek, vagy egy olyan klub, mint a Mözsi is, akik hosszú-hosszú éveken keresztül sokat tesznek azért, hogy a helyi közösségek szerveződjenek, ezek a helyi közösségek egymástól gondoskodjanak, és hát
Azt kell, hogy mondjam, és nagy szeretettel köszöntöm a Mözsi Nyugdíjas Klubot, mint az első tolnai, vesző Mözsi civil díjas baráti közösséget. Önök a Tolnatáj Televízió Telena című magazinját látták. Tartsanak velünk legközelebb is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!